Szép jó napot kívánok mindenkinek! Itt van, amit a Doki, illetve Isván, Isván alias Doki nézőm, vagy feliratkozom, vagy csak simán egy jó akarom. A két témán mániának ajándékozott hagyatékból egy gyönyörű állapotú Stil 032 AV elektronik láncfűrészt, aki nézte a live-ot, az tudja, hogy van neki egy története. Abban annyira nem akarok most belemenni. Annyi gyorsan róla, hogy egy idős ács emberé volt, aki szeretettel használta. Ez egy szerszám volt neki, ugye. Van előélet a gépnek, ennek története van. Magyarul mondva egy erekje. És... Akár ha vittek fel, itt is mondhatnám, hogy na ez például egy gyűjtői darab. Amikor megkaptam itt az élő Orosz András ö, adta által, meg, meg is szivattak egy kicsit így az ajándékozás közben, ugyebár ö, akkor néztük, hogy mennyire szép gyári állapotban van, minden eredeti, sőt kimerem jelenteni, hogy ez kajakra nem volt megbontva ez a motor, és nem is igen sok üzemóra lehet benne, mert a lájba benne volt a 18 vagy 20 éves benzin, arra öntöttünk friss százas benzint, stíl adalékkal bekeverve, és három rántásra a gép, és akkor adta azt az igazi pümpüm -püm alapjáratát lefele, és szépen is pörgött, úgyhogy akkor, már akkor rájöttem meg a kompresszióból, hogy ezt tehát a motort nem kell szétbontani. Ö, így videón keresztül is is illetve a dokinak. Mélységesen, tisztelettel köszönöm szépen. Én úgymond a két témánia Eztet a, ezt az erekjét, ezt a láncfűrészt meg fogom csinálni. Csinálni nem is kell vele semmit, csak egy kicsit ki kell cicomázni. Ebbe a videóba fogom szétszedem, amennyire lehet, vagy amennyire igényli. A, a már régen bevált mosási technikámmal fogom elmosni, kitakarítani. Illetve van itt nekem 600 fokig hőálló fekete festékem, amit ezt a gyári kipifogót is szerintem kitakarítom, lefestem, de viszont itt ezt a blokkrészt, meg ennyike kopása van a gépnek, úgyhogy ez itt marad benne, nem fogom lefestegetni, mert úgy is el fog ütni, nem szabad hozzányúlni se, teljesen patent állapotban van, a féke is tökéletes, minden, minden, minden fasz a rajta, Úgyhogy még mérni akarok kíváncsiságból egy kompressziót is, mert az is bitank benne. És vágni is fogunk vele, illetve ugye van vele egy stíl vezetőlem tok, Még ez a régebbi típus, egy stíl vezetőlemez, 3-8os a lánci stíl. Csak nem fogjátok még, áh, de látszik, hogy valami szeget vagy vasat kapott, vissza van csorbulva ki tudnám reszelni is, de nem fogom, hanem a kis automatával fogom gyári szögbe megszabályozni, és utána, mert már nincsen neki mélységfogója, a mélységhatárolt az kézzel le fogom szedni, szerintem azt is videóra veszem, és akkor lesz, hogy ha el van pucolva, össze van rakva, akkor nézzünk vele egy Hát, dolgozni kell vele, néha belez pöfögtetve, hogy ne csak álljon ott a, a polcon. vannak még ott azért gépek, felül vannak a stílek, ott van a 372-es, van ott még egy, ez a veterán részleg, van ott egy uh, trusba, egy oroszlánc egy 450-es Johnzored, meg ott hátul van egy Pioneer P12-es, úgymond felső markolatos láncfűrész. Éppen képes ő is a beindulásra, de nem nagyon akarok vele ott baszakodni. Van ott még MTD, van ott egy orosznak tituált kínai 58 köp centis kettő kipifogó nyílásos láncfűrész, amivel az a tervem, ha lesz időm, most jelenleg szar, hogy azt majd feltuningolom. Rászállom, hogy feltuningolom, van még ott egy gyári kumacsú, amire még nem volt időm. Úgyhogy majd, majd, majd ezeket pótoljuk. Visszatérve ide, nem csak a polcon lesz a helye, hanem, hanem néha fogok vele egy kicsit kuglizni, meg egy-két videóban majd megszerepeltetem. Úgy, hogy kezdem is a gépnek a bontását, és kezdődhet majd a takarítás. Na, egy fél óra elteltével széjjel is szedtem, amennyire kellett. A, nem tudom, hogy ilyen kevés piszok van rajta, hogy voltam -e már takarítva, vagy nem, de ez, ez, nagyon tiszta. Ez is még egy ritka dolog, hogy ez a stíl matrica, matrica, ez nem matrica, ez egy fém tábla, még ilyen egyben van, ez a karburátornál a fedő, ez is tiszta. Fémszűrő és fémrácsos légszűrő, ami majd, a, ugye, ha szelnyíljuk, akkor elzárja ezt a szelepet <kül> Aztán itt van a karburátorja, nem fogok hozzá nyúlni, mert szépen dolgozott. Ott vannak a kis cuccai, gumibak. Ezt azért akartam levenni ezt az egészet. Úgy ugye gondoltam, hogy itt belül lesz még, és ez azért a hűtését visszafogja a gépnek a por, de amúgy nem, nem nagy tételű a cucc. Még egy kis érdekesség, azt mondta a drusba, hogy ez megszakítós gyújtású. Hát most nem tudom, hogy most ez akkor itt a lenkerék alatt lenne egy megszakító, de én azt nézem, hogy mivel ott van egy rendes trafó, itt meg van egy sorozat számmal ellátott ilyen jeladó hogy én szerintem ez már nem megszakítós, hanem majdnem mint a Simpsonnál a Tiristor úgyhogy szerintem ez egy kicsit újabb modell lehet de lehet hogy tévedek, de, ha, de én ezt most úgy látom hogy ez nem megszakítós, hanem ez egy tirisztoros, gyújtásos jeladós és ez ugye nem fog tönkre menni ezt szóval a kipifogót leveszem kitakarítom meg le akarom festeni, azt még le lehet. Ugye itt megszabadítom a mocsoktól. Mert azért van rajta egy kis piszok, de a hengerben meg nincsen, az oldalán se, hogy ott azért csak hűtött. A kuplungja is a korához képest igen jó állapotban van. Annyi, hogy az a betét, nem betétes, hanem gyári csillagkerekes, az egy pici kopása van, de jó lesz, nem lesz azzal a gond, úgyhogy ö, megszokott módon, így ahogy vannak az alkatrészek szépen, most találtam egy ilyen nagyobb öcsötet, ezzel fogom brigérciolba báztatni, dörzsölni, és utána forró víz ö, jár mosogatószer, és abba fogom leöblíteni, szerintem fényleni fog, szép lesz, és akkor rakom össze, utána jön a lánc. Na, eltelt egy jó bő óra hossza, hogy ö, elmostam a kis gépet. Nem volt annyira veszélyes, csak az, hogy ö, hál' Istennek jó olaja volt, lánckeni olaja használva, és ilyen gumirétegek voltak rajta, mint a kócsuk. Így néz ki az elmosott termék, vagy az alkatrészek, ugye be... mutatom. Hát itt ott maradt egy kis Nép, de az, az nem téma. De és ennek a berántó orsója még alumíniumból Úgyhogy ez nem rossz. Motortest, ugye. És szerintem ez nem megszakítós gyújtás, az fog majd következni, hogy a kipifogót még leveszem, a talatta is még kitakarítom, meg ha szétjön a kémény, akkor megpucolom, meg lefestem, hát majd a hátra jobb a fény, igen, aztán összerakom azt a láncot, helyre pofozom, csak most egy kicsit meg kell, hogy álljak a bűvészkedéssel, mert egy fél óra múlva jönnek ezért az égszítárcsáért, egy feszítő ami amiből a csapágyat ugye nem lehet kiszedni, mert ez egy fröccsentett cucc, hogy össze van sajtolva, benne a csapágy, és azt akkor ezt így venni kell, csak ezt nem lehet kapni. Hát most, hogy jól lesz a nem, nem tudom. Azt mondta a tulaj, hogy Janikám vág szét, széjjel vágtam, kivettem belőle, hát nem csapágy maradt már benne, csak a kosár, és tettem bele egy új csapágyat, egy zárt porvédőset, <laughs> azt a csapágy háznak nevezett kis lemezt, és megpontozom egy kicsit hegesztővel, feltöltegetem, ahol meg lehet fogni, hát ha nem húzza el a hegesztő, úgyhogy ha ezt elvitték, akkor folytatom tovább, még ma szeretnék vele fűrészelni, úgyhogy folytatom azzal a égszélytárcsával, utána pedig a összeszereléssel. Majd fel foglak titeket tenni ide az oszlopos fúró tetejére, amit az orosz András komántól kaptam. És csináltam ide gyorsan egy ilyen kis fúrós állványt. Itt kapott helyet, és megkapta a két témánia feliratot. és kis műhelyem az amúgy így néz ki. Ott van a hatalmas hifi. Az oda csináltam egy ilyen iroda részleget, ahol lehet akár live-ozni is, ott van a fűtőtest, ott van egy szörnyeteg a földön, egy enyhe, úgyhogy folytatni fogom a videót, csak megcsinálom a tárcsát. Na szavaztok ismét, ö, tegnap akartam vágást ezt -e csinálni, mert összeraktam a gépet, de viszont... Ö, rám sötétedett, úgyhogy ez nem jött össze. De a lényeg az, hogy amit mutattam az előző videókban, hogy kitakarítottam a gépet mindenhol, vegyszeresen, faszául, és ilyen lett a külleme. Szinte tökéletes, nagyon szép állapotban van. Ugyebár 032 ab Electronic, jó kompresszióval, fékje és fasza. A láncot kellett, kitakarítottam a vezetőt, a láncot meg a kis automatával beszabályoztam, a mélységéből meg kézzel vettem le, lehet, hogy nem elejét, nem akarok sokat, mert lehet, hogy sok lesz neki ez a 3 8 lánc. Mit csinálsz, fiam? A Micsoda? vezetőt Rá kell tenni? köszönöm. Kaka. Igen, ráteszük, csak még apa megmutassa a gyerekeknek, hogy ilyen szép lett a gépezet, és ilyen fasz állapotban van. Úgyhogy megyek ki, és vágok egy kis tűzre valót vele. Na gyerekek, láttátok a vágástesztet. Úgy gondolom, hogy kegyetlenül megállná még a mai napig is a helyét. Ez olyan ez a fűrész, mintha csak be csak járatva, és el lett von téve, mint egy időkapszula. Láttátok, hidegen indítottam, teljesen korrekt motorvágási, Erő megvolt, vágást teszte, tökéletes volt, nem torpan meg a tölgyfába, gyönyörűen vágta a fát, úgyhogy la a kalappal. Még egyszer köszönöm, Doki, magam nevébe, illetve a két témánia nevébe ezt a ajándékodat vigyázni fogok rá, tényleg. És már csak annyi van ebből a kis fűrészből, hogy tökéletes legyen, hogy meg kellene ezt koronázni, úgyhogy egy két témánia matricát fog kapni, hogy ő már ide tartozik. Fel is fogom mindjárt rakni. Na én ide néztem ki a helyét, hogy annyi jó, hogy ez, hogyha véletlen valami baj lenne, vagy nem tetszene, akkor onnan el lehet távolítani. Egyébként amúgy úgy csináltattam ezt a matricát, hogy UV álló, és hogy gépekre is fel lehessen tenni. Úgyhogy megszületett a két témánia stil 032 AV. És köszönöm még egyszer. Ő lett volna a stil, az ajándék, úgyhogy legyen szép napotok, mind nekem. Савасток.